Itt vagyunk a Cinema City arénában, a Cinema City VIP-be, és éppen a Irány a stúdió játék keretében gyerekszinkron hangokat kerestünk, vadonatúj és még elhasználatlan gyerekszinkron hangokat. 10 darab fiú és 10 darab lány, már előválogatott lány hangját hallgattuk végig, és próbáltuk kiválasztani 5-5 legjobbat. És akkor majd kipróbálhatják magukat egy valódi szinkron stúdióban. Ami a nehézsége egy ilyesfajta zsűrizésnek, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy ellágyuljon az ember szíve attól, hogy hall egy bájos hangot, hiszen a szinkronizáláshoz nem elegendő, bár nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon kedves legyen az a hang. Itt gyakorlatilag bármilyen kívülálló gyerek bekerülhet, vagy bekerülhetett a szinkronizálás közelébe, és ez mindig az adott szakmának egy vérfrissítés. Itt figyelembe kell venni azt, hogy mennyire beszél tisztán, mennyire érthető, mennyire helyes a hangsúlyozás. Úgyhogy kicsit függetleníteni kellett attól, hogy az anyai szívem néha ellágyult, mert hogy olyan aranyos volt ez a kislány vagy kisfiú. De nem is egyből a hangszínével, nem is egyből a profizmusával foglalkoztam, hanem azzal, hogy mennyire tud egy jó karaktert biztosítani a hangjával az adott rajzfilm figurának. Igazából nem is tudom, hogy mitől izgultam, de nagyon izgultam. Szeretnék kiköltözni Hollywoodba. Felvettünk egy fülhallgatót. Nagyon jó pofa volt, hogy így az én hangomat lehetett hallani a szereplőnek. Jól éreztem magam. Nem is tudom. Jó volt, hát nem tudom. Örülök, hogy itt vagyok.